Itt azokat a felvételeket láthatjuk, amikor Farkas Zoltán az utolsó Soros megyei közgyűlést követően elköszön az önkormányzat éléről, aki október 13-ától a fejlesztési ügynökség ügyvezetőjeként folytatja munkáját. A megyei önkormányzat elmúlt ciklusában több olyan fejlesztést valósítottak meg, ami a megye lekosainak életminőségét javította. Farkas Zoltán három téma című műsorunkban az elmúlt négy évet értékelve kiemelte, a fejlesztések egy igen jelentős része Gyulán valósult meg. A megye legnagyobb szakképző iskolája Gyulán És azt gondolom, hogy az akkoriban legnagyobb fejlesztést is itt sikerült ö, megvalósítani, hiszen egy teljesen új kollégiumi szárny, teljesen új képzőközpont jött létre a Haruken János Közoktatási Intézményben, és azt gondolom, hogy ö, büszkesége nem csak a megyének oktatási szempontból, az országnak is, ö, hogy ezt hogyan sikerült megvalósítani. A másik nagyon fontos kérdés pedig valóban a az egészségének a helyzete, hiszen az, aki mondjuk 2010 előtt sétálgatott a kórház udvarán, meg mondjuk el sétál most a kórház területén, az szerintem rá se ismer az akkor és a mostani viszonyokra, amiben persze nem csak a megyei önkormányzatnak, hanem a kórház vezetésének is óriási szerepe volt. Harkasz Zoltán, aki alig két hete tölti be az ügyvezetői posztot, a Darfünél elmondta, 2015-ben még jelentős pályázati forrással kell elszámolni az ügynökségnek, de már készülnek a következő programozási időszakra is. A futóprogramok tekintetében 2015-ben még több mint 30 milliárd forintot kell pályázatként kifizetnie és elszámolnia az ügynökségnek, ami szerintem egy nagyon komoly feladat. Több mint száz ember végzi ezt a munkát, most már három megyében, Brambékés-Sabán és Iroda, Kecskéméten is, és a a központ, ami egyébként egy nagyon komoly feladat. És ha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy rövidesen megjelennek a 2014-2020-as programozási időszaknak a pályázata is, föl kell készülni arra is, hogy az átmeneti rendszerben is készen álljon a regionális fejlesztési ügynökség arra, hogy ezt a feladatot is föl tudja vállalni. Farkas Zoltán elmondta, azért is jelent számára nagy kihívást az ügyvezetői feladatok ellátása, mert a fejlesztéspolitika a tervezés fázisából a megvalósítás szakaszába lép át.